Szóval mindenkit köszöntök itt a mérkőzés követő sajtótájékoztatón. A Vasas nyerte meg ezt a mérkőzést. Benedek Tibort kérdezném, hogy értékeli a meccset. Ugye nyilván az, hogy az utolsó meccsen még volt esély a felsőházra és a csapatnak, az egy szép dolog, de most ez nem sikerült, ez a mérkőzés. Mi volt az oka? Hát gratulálok a Vasasnak. Azt is gondolom, hogy megint hasonló volt egyébként a mérkőzés, mint a kaposvári, hogy két és fél négyen keresztül nagyon jól játszottunk, hogy ide hátul nagyon kevés gólt kaptunk, elő nehezebben tudtunk támadni, ott is, meg most is, és aztán kaptunk két-három olyan gólt, ami tulajdonképpen átfordította a meccset, és onnantól kezdve már azt a stabil játékot föl kellett, hogy adjuk, és kockáztatnunk kellett. Elől nem tudtunk úgy támadni, a forjaink sem nagyon sikerültek, és hát nem voltak ma igazából elől kimagasló egyéni teljesítmények, azt hiányoltam. Tehát bármennyire is jól védekezünk, és fegyelmezetten játszunk, mindig kell azért egy olyan áttörés. Annak ellenére most a Korvács az elején lőtt két gólt, és ez annak nagyon örültünk. De így a mérkőzés második felében is kellenek ilyen egyéni teljesítmények. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal a csapat előtt. A vereség ellenére nagyon kemény munkát végzünk, tényleg egész évben rengeteget játszunk megállás nélkül, és azon kívül, hogy nyilván az OB1, ez nagyon fontos, emellett meg a játékosok fejlődése is ugyanolyan fontos. Úgyhogy kettőt próbáljuk összehangolni, és hát egy igazából azt gondolom, hogy a Vasas ellen nekünk mindig nehezebb volt idén. Én is úgy gondoltam, hogy talán a Kaposvár ellen könnyebb azt a győzelmet megszereznünk. A Vasasnak ez a mozgásos játéka, ezért hasonlít a miénkhez, és erőben pedig még jobbak. Úgyhogy ennyivel az, hogy mondtam a meccs előtt, hogy ők az esélyesek, ezt igazából komolyan is gondoltam, bár a csapatnak azt mondtam, hogy csak vicceltem, de végül is megérdemelten nyertek. Köszönöm szépen. Biztosan, Dávid, mennyire érezted a csapaton azt, hogy a tét, ugye nyilván ilyenkor ezt szokták megkérdezni, és én is ezt fogom megkérdezni, nyomta így a játékosok vállát. Talán úgy lehetett érezni, hogy egyik csapat sem vállal úgy igazán nagy kockázatot, a biztosra mennek így a támadások. Hát mivel mind a két csapatnak más volt a fő motiváció, nyilván 3 pont az oda fontos, de nagyobb veszíteni valónk az nekünk volt. Úgyhogy én nem éreztem sem a Vasason, sem rajtunk, hogy ez nem egy világbajnoki döntő volt, úgyhogy nyilván feszültség volt bennünk, volt az előző héten is, most így jött össze, természetesen csalódottak, és sajnálom, hogy nem sikerült maga a győzelem, meg a felsőház. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a Vasasnak a mai győzelemhez, és a Debrecennek a felsőházba kerüléséhez, azt gondolom, hogy abszolút megérdemeltek jutottak fel. És még annyit, hogy Földi Lászlónak szeretnék az elmúlt 15 évhez gratulálni, és Bóbi Smátának még sok-sok sikert, és legalább 15 évet a Vasas kispadjára. Lehet, hogy ennek most annyira nem örül, vagy nem érzi, hogy ez egy nagyon jó, egyszerű dolog, de hosszú és sikeres pályafutást kívánok. Köszönöm szépen. Hát mennyire egyszerű? Hát nem egyszerű. Először is szeretnék gratulálni az Újpestnek, nem csak ez a mai meccshez, hanem az a elkezdődött munkához. Azt gondolom, ez a csapat, nagyon sok mérkőzését láttam, hétről hétre egyre jobb, mind rendszer szinten, mind egyénileg. Amit ők itt produkálnak ebbe az OB1-es bajnokságba, az csak kis kalapemelést érdemel. Úgyhogy nagyon stabil középcsapat lettek itt. Ami a zen csapatomat illeti, természetesen gratulálok minden játékosnak. Ugye, akkor elkezdtük ezt a közös munkát, akkor azért az kulcs volt, hogy mikor jön az első siker. Itt azért a Kaposvár meccs óta elég komoly lelkitörés keletkezett a csapatban, amire remélem, hogy ez a győzelem gyógyszer lesz, és
a jövőben is ilyen fegyelmezetten és ilyen harci szellemmel fogunk játszani, mert azt gondolom, hogy ez volt a mai győzelem kulcsa. Köszönöm szépen. Jónás, hogy hát kétszer sikerült legyőzni az UVS-ét a bajnokságban, ez nagy fegyvertény így a bajnokság alakulása nyomán. Meg hát neked most már jól ment a védés. Hogy érezted magad? Jól éreztem magam, köszönöm. Én is szeretnék elsősorban gratulálni az Újpestnek, és valóban az, hogy kétszer nekünk sikerült legyőzni őket, az azt gondolom, hogy komoly fegyvertény, mert hát láttuk, hogy az utolsó fordulóig ők abszolút versenyben voltak a felső házba jutásért, ami nem kis bravúr szerintem a részükről. És hát igazából én is gratulálok a csapatnak, mert azért tudtam így teljesíteni, mert nagyon jól védekeztünk, és nagyon feszesek voltunk, amit a Máté gyakoroltatott velünk, és kért tőlünk, azt maximálisan betartottuk hátul, legalábbis hátul. Elő az, az ő dolga lesz, ezt kielemezni, de hátul mindenképpen.